Mit kell mondanom pontosan? Tehát azt kell mondanom úgy, hogy a tömegközlekedés az szép fokozatosan fejlődik. Most én nem beszélek években, inkább csak azt mondom, hogy nem volt itt metró valamikor. És most már hál' Isten, hát a tévelezőt, hát hál' Istennek most már van metró, nem is akármilyen. Légkondicionált, igen gyorsak, és nagyon jó ára van. Csak egy példa, hogy ugye ha az ember vesz egy napi jegyet, az kerül 25. Kettőnknek 28 dirhamból. Ha már megvan a kártya. Igen, és akkor gyakorlatilag mind a két metró, ja igen, két metróvonal van, van a piros is, van a zöld metró. A zöld metró az a rövidebb metróvonal, egy ilyen patkó alakot formál. Most éppen itt a Banyasz állomáson vagyunk, ehhez lakunk közel, és ugye ez pont a zöld metrónak a vonala. De majd át fogunk menni a piros metróra, mert a piros metró az hosszabb utat jár be. Gyakorlatilag töredékéért, mint a BKV jelentem. Tehát nem tudom ők, hogy hozzák ki, de ők kihozzák jóval olcsóban. Nálunk iszonyatos drága a tömegközlekedés, így gyakorlatilag fillérekben van. Ha már tömegközlekedést tartunk, tegnap elmentünk Abu Dhabiba. Gyakorlatilag negyedáron, mintha Pestre mennék föl. A távolság nagyjából Dubai és Abu Dhabi között azonos, mint hogy a Budapest Salgótarján útvonalat tenném meg. És amennyiből egyébként Budapest Salgótarján útvonalat megcsinálom, ebből a pénzből ketten oda-vissza megjártuk Abu Dhabit. Úgyhogy sokkal jobb a tömegközlekedés. Kiszolgálás volt a buszon. Ja igen, és ráadásul a kiszolgálás a buszon az olyan volt, mint egy repülőgépen, tehát kaját hoztak, tehát mint egy fapados járaton, tehát kaját felszolgálnak, lehetett választani. Konkrétum az, hogy 25 dirham volt egy főre az odajegy. Oda-vissza 200 dirhamból megjártuk, ami konkrétan 6000 forint. Igen, igen. Tehát ennyiből Budapestet nem járjuk meg sem. Hát ebből nem, abszolút ketten nem, mert 8. Nem. Hát Abu Dhabi még nagyon kezdetleges állapotban van, ott is van busz közlekedés, helyi lokálbusz, de nagyon furcsa a közlekedés. Azt mondták, hogy take any bus and go, szóval keresél valamilyen bármilyen buszt és menjél vele. Aztán utána rájöttem, hogy igazából az egész közlekedés, mivel Abu Dhabiban sugaras, ezért tök mindegy tényleg, hogy melyik buszra száll az ember, mert valahogy mindegyik buszmegálló találkozik egy másik olyan buszmegállóval, amiből aztán el lehet jutni a másik helyre. A felszállás is érdekes volt, ugye elől normálisan föl lehet szállni, és van egy ilyen persely, amiben az ember bedob valamennyi pénzt. Ott ki van írva, hogy 2, illetve 4. Hoppá! Tehát az ki van írva, hogy 2, illetve 4 dirhamba kerül a jegy, attól függ, hogy milyen távolságot akarunk megtenni, de nagyon úgy nézett ki, mint egy becsületkassa, mert az ember, de senki nem nézte meg, hogy mennyi pénzt dobunk bele. A másik érdekessége a dolognak, hogy vannak olyan helyzetek, amikor sajnos nem tudok én, mint férfi, ugye felszállni elő. Ez akkor fordul elő, hogyha az eleje tele van. Ugyanis az első két sor az kifejezetten nőknek szóló ülés, tehát csak ők ülhetnek oda. Oda férfi ember fia nem ülhet le. Úgyhogy most jártunk is tegnap úgy, hogy pont tele volt, csak bedobtam a pénzt, aztán mentem egyel hátrébb, mert tele volt és nem állhattam, illetve nem mehettem el a nők között. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Számomra vicces, de érthető, nyilván persze ez egy tök más kultúra, az ember megpróbál ez alkalmazkodni. A dubai metrónak a térképe, tehát ahogy mondtuk, van zöld és van piros vonal, zónákra van osztva, van az egyes zóna, ez a sort. Mindegyikhez kártyát kell vásárolni, 4 féle kártya van. A legjobb olyat venni, mindjárt, kezdetben, mert úgyis vissza-vissza mászkálunk. Bemondják arabul, és bemondják angolul minden. Hát ilyen piros kártyát lehet vásárolni, ez pont az All Zones, tehát minden zónában, de van a 2-es zónában, vagy 3-as zónában, vagy minden zónára, legjobb ilyet vásárolni, mert ha egy ilyen kártya 2 dirham, ha már ez megvan, akkor csak tölteni kell, kettőnkre 28 dirham volt, és arra megyünk, amerre akarunk.
Nem csak a metróra jó, jó a hajóra és jó a buszra. Hát össze-vissza kóvályoghatunk vele egész Dubajba, 0-24 órába, 24 óraig érvényes. Azt mondja, hogy mi utazunk a Banyac tér mellett, és innen általában el szoktunk menni a Union Square-re, hogy felszálljunk a piros vonalra. Innen nagyon sok helyre el tudunk jutni. Amik érdekesek, a Burj Umán, az Emirates Towers, a World Trade Center, Burj Khalifa, ugye a világ legmagasabb tornya, Dubai Mall, ez nagyon jó bevásárlóközpont. Innen még, ami szintén érdekes, a Mall of the Emirates, itt van a Ski Dubai, a sípája. És hát először nem tudtuk, hogy hogy menjünk el busszal ide. Most hát jó megkeresni a busz megállót innen. Úgyhogy átsétáltunk, de már vissza busszal jöttünk természetesen, leszálltunk a Mercatónál is, meg össze-vissza buszoztunk. És megálltunk azon a helyen. Ja igen, Satván keresztül ment a busz, és hát még nekem nem volt kosztümöm. Samás megkérdezte, hogy hol vagyunk, és én mondtam, hogy ez az a hely, ahol nekünk le kell szállni, mert ott volt egy Pierre Garden, és ott tudtunk nekem kosztümöt rendelni. És akkor innen még tudunk menni tovább, itt a Dubai Internet City, itt még nem voltunk, még az előttünk van, és az időn Batuta ide kellene most elmenni, meg még itt sem voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó metróvonal, tényleg olcsó, gyors, nagy olvasztó tégely, hál' Istennek, hogy megépült. Ülünk a metró, ülünk a vonaton, jóként járunk a városban, Dubai Marinánál. Még itt is épül. Na, vagyunk a Dzsungújba. Kim vagyunk a Dzsungújból. A ból, ja. Itt még azért... Ott volt a Dubai Marina. Igen, már... Itt van a metrón, mindenhol ki van téve az állomások. Ki van téve, hogy tilos dohányozni, mert az 200 dirham. Ki van téve, hogyha megnyomod a gombot. Hiába. Indokolatlanul az 2000 dirham. Közben itt egy olajfinomító azért, mert most ez a... Az is ki van téve, hogy tilos kajálni, mert az 100 dirham. Büntetés, rágyújtás 200 dirham. És egyébként meg... Priority sitting. És ott van egy ilyen jó pofa kis ilyen. Hát itt mindenki van írva gyengébe, szeretnél. Add át a helyet. Idősnek tervezni. Ne egyél. Ne nyomd meg a gombot. Ja igen, és hogyha ott lefele mutasd, mert meg ott lehúzik. És középen kell kimenni, és két oldalt kell bejönni. El ebuágu tuglak. Igen. Középen kell, lefele oldalról. A monitoron kivetítjük, hogy mi az, ami a megkésérjek. Természetesen szinték így arra valósul. El mahatal kazimá hia. Ebomba tuta. The next station is Ibn Battuta. Ide fogunk menni. Mi érdekesek? The next station is Business Bay.